Sziasztok! Új mikrofonom lett, kaptam tesztelésre egy Fivefine A6T-t, és ezt fogom nektek most bemutatni. Ez egy USB streamer mikrofon, ami 27.000 forintba kerül állvánnyal együtt. A videó leírásában megtaláljátok a linket, ahol meg tudjátok ezt rendelni. Most arra nem térnék ki külön, hogy ez mennyire éri meg, mindenki döntse el magának. Azt tudni kell, hogy kb. 8.000 forintért már lehet szerezni olyan állványt, amit adnak hozzá, így a mikrofon 18-19.000 forintba kerül. Amint látjátok, RGB világítása van ellátva, és ez nem csak azért van, hogy jól nézzen ki, hanem ezzel mutatja, hogy be van a kapcsolva, vagy nincs. Egy érintéssel ki lehet kapcsolni, és vissza. A hátsó részén van egy tekerő, amivel a hangerejét lehet szabályozni a mikrofonnak. Viszonylag könnyű mikrofonról van szó, amit ilyen kis gumihevederek tartanak ehhez a kerethez, ami rögzíti az állványhoz. Ez azért van, hogy a rezgések, amik az asztalból vagy az állványon keresztül elérnék a mikrofont, azok ne okozzanak semmiféle zúgást. És ha már a súlyánál tartunk a mikrofonnak, ez kicsit ilyen olcsó benyomást kelt, mert általában a mikrofonok jóval-jóval súlyosabbak szoktak lenni ennél. Szóval nagyon kíváncsi lennék, hogy ez a műanyag váz igazából milyen mikrofont is takar. A mikrofonhoz tartozik egy popfilter, mivel minél közelebb beszélsz a mikrofonhoz, annál jobb hangot fog adni, a popfilter pedig segít abban, hogy ne tud megfújni a mikrofont, vagy hogyha mégis megfújnád, akkor ez nem engedi, hogy ez a fújás ez ilyen zavart keltsen a hangzásban. Most kicsit beszélnék a tartozékokról. A Fivefine ilyen polifómos dobozban érkezik, ebbe külön fakban található a popfilter, az USB kábel, maga a mikrofon, a tartókarnak az alapja, illetve egy szinten lejjebb megtalálható benne maga az állvány, ami tartja a mikrofont. Ugye erről nem beszéltem még sokat, de ez egy ilyen 75-80 centis tartókar, ami hát nem a legrobosztusabb, de arra, hogy ezt a mikrofont megtartsa, pontosan tökéletes. A mikrofon összeszerelése nagyon egyszerű, amit érdemes tudni még, hogy a csavarmenete az kétféle lehet. Nekem adtak egy adapter gyűrűt ehhez az állványhoz, és az adapter gyűrűvel rá lehet rakni rendesen, de nagyobb menetű állványokra is rá lehet szerelni ezt a mikrofont. Amikor egy streamer mikrofont szeretnél magadnak vásárolni, akkor elsősorban arra kell gondolnod, hogy az milyen hangzású lesz. Másodszorban pedig érdemes elgondolkodni azon, hogy hogy néz ki, hiszen nagyon sokszor a mikrofon képben van, és látszani fog, nem árt egy olyat választani, ami jól is néz ki. A Fivefine A6T ilyen szempontból szerintem egy jó választásnak tűnik, mert annak ellenére, hogy kicsit ilyen olcsó benyomást kelt, amikor megfogod, mert könnyű, a hangzása, amint halljátok, teljesen rendben van. Nagyon hasznos, hogy kapsz hozzá egy állványt is, úgyhogy azt nem kell külön megvenni. Az apróságok, mint például a hangerő szabályzó, szintén sokat segít, illetve hogy könnyen ki be lehet kapcsolgatni, úgyhogy alapvetően én azt gondolom, hogy ez egy jó választás streamereknek. Na de elég ennyi az én bemutatomból, nézzük meg, hogy játék közben, akcióban milyen hangzása van ennek a mikrofonnak. Igen, a szűrő piros. Hogy jöhet ide, helyettem, hogyha lennék írnak amúgy. Micsoda? Hogy? Történik? Hogy mondja? Akarunk már passzozni? Közben. Tohatjuk. Vertigózni. Már mindenkinek elérhető? Nem. Aki only fészítezik, az megszívta, mert az nem kap hozzáférést. Nézni kell, rankot szerezni, MMZ-ni kell. Így van. Nincs ilyen warm-up time. Igen. Az elején, aztán mikor kipikkelted a pályát, még akkor megint ott. Igen. Maradokán, infózok, magyarok, menjetek 4B. Magyarok, árnyékszámolás indul. Let's go, magyarok. Jöttünk. 2-1-re. Magyarok, megyek ára. Árnyékhajlítók, előre. Meghajlítom én. De szép a víz. Ez nagyon jó az óvert, fasz. Vannak hárman legalább. Jössz? Áll neki, jó, rendben kell raktad magad valahogy. Vagy nem lehet. Menjünk segíteni? Kéne, igen még. Kötő lehet. Na jó, menjünk, megyek át. Mi volt ez a gránát amúgy? Milyen gránát? Ennem, mi dobott egy gránát a monsterbe. Van, hogy senki hosszú. Futva a banán, futva a banán, bombával, szép vagy Valhalla. Gyönyörű. Hol a bomba? Meg az utcsó. WC. Az bam. Rosszul vele kifutott, máshol nem lehet. Igen. Nem tudom lenni. Annyira jó ki. Ne, nincsen, nekem nincs lőszerem, segítsenek! Hogy fogsz ennyi lőszere? Már Glockba több van amúgy. Pont, jó, kérem, ez a hovül. Azaz. Hovül.
Nyomtam egy F3-at és nem vásárolod a játék rendesen. Ez melyik gombbal kell különben úgy vásárolni, hogy így eldobja? Kontrollt nyomva tart. De azt is meg tudod állítani, hogy melyikre akkor az lehet az alt is. Áááá, Kodi! Hova lehet? Az hogy igen. Lehet bájtani? Hát tudom, gondolom a game-nél valahol. Mindjárt megnézem. Ezt nézd meg meg nekem. Már meg halló, egy HP-s volt. Bar. Nem jó a kontroll. Nem tetszik. Hát én se tudom mi volt. Mellé lőttem szerintem, de mindegy. Ránézzem a radarra. Settings. Hát ennek nem hiszem, hogy van külön izéje, mert nekem a kontrollen a volkolásban. Nem tudom, ki lehet-e kapcsolni ezt a Friendly Fire-os jelzést. Ki lehet, ki lehet. Van rá egy parancs is. A második. Game item alulról a másodikja. Le fog pisilni. Buy many donation. Köszi. Ja, az a másik. Jani, mindjárt mondom neked a izét. Ami CL crosser friendly, azt hiszem valami ennyit írjál be. A friendly van még nulla. Igen. Na most lesz a jó, akkor. Nem így kell nézni, hanem itt is lehet. Az jó patkány. Az komoly rácsos, mátyásos. Ott a fegyó. Csak válj előtt. Tudok dobni, Jani, hadd el. Olyan kell vagy sima? Kovacin. Köszi, Babi. Ez. Csak a force? Mehet a force? Menjen a force, ezek gyerünk. Ezek ellen nem. Igen, sajnos kifli, köszi. Vagy füstöd el midet? Yes. Ugorj föl izére, balonszra. Flash-elek, bal oldalt meg kell venni. Gyere, okay. Toljuk be az izét, Pony. Nem, mert hát még azt sose csináltuk, Bazi. Mert. Jó. Flash-elek egy groundra mögéd majd. Előtted egy. Majd közel a víz. VP monster. Nagyon jó. Ez mi ez a moló? Jó, hát ez ennyi. Ilyen talán. Szuper volt. De ez mi ez a moló? Hát tévedtél, babot. Kicsit. Mi a helyzet, Bén? Bent vannak, mert szájtom. Oké. Van rövid ő. Bombátok van, fékezzük fel. Under megint ugrott. Under. Ának. Abaszt nézd meg, ő előre nyomja. Gazi. Nyomnám őt is. Madarvér folyik az erejébe. Előre. Milyen jó diszkó van. Menj már közelebb adnak. Mi hosszunk vagyok, Babzi? Ez a portál zenéje. Minek? Portál. Egy, menj mögéd, babasz mögéd! Nem, megvan, megöltem, nyugi! Nyugi, hát nyugi. Megmentettem. Megmentettelek. A utolsó volt a lépés, az Anders. Na, fékezdőm van egy, Kodik. Bum. Lőd át falat, gyere, Kodi. Nagyon nagy csapatjáték. Gyönyörű. Ez az. Esik, Fox. Jani, dob tovább, léci. Egy, már van playground. De csak egy ember. Egy még felnézette. Monstert nem nézzük. Nem nyílik meg. Hogy? Kötő közel. Nem tudtam, hogy ott hagyta. Na, Jani? Igen? Ezt le kell hozni. Jövök. Na lehozzátok, akkor ügyik vagytok. Úti, hogy áll lesz. Nagy. Te vagy a nagy. Egy hosszú. Aj. Hosszú itt. Ajjajjaj. Á, de jó lett volna. Tovább. A pozid. Amúgy igen. Jó! Nice try. Bocsi. Kicsit hamarabb kékelt. Nice try. Az a vétes az nem érint. Az nem, az 100 kérdelet beírt a chatre. Okay. Milyen cigid van, hogy non-stop passzívod? Én nyomom végig. Be vagyok állva. Levegőt kapsz amúgy? Én végig. Akkor jó. Itt ha nézel azt címemet, akkor füst megy előttem végig az arcomba. Á, rövid rass, mehet? Á, rövid. Eddig is engedte Freemaster-t. És egy kötő. Lesz izén füstöm, CT RAM. Hát ha ugyanúgy kell dobni. CT RAM?
Nem biztos. Az erős volt, igen. Kicsit hamarabb píkeltem. Az volt a baj, hogy meglett volna minden. Kapja, nagyon kapja, szép. Nagyon kapta, nagyon szép vagy. Hogy ugrott át a fejemben a bavaz? Engem te az ugrálomba. Én nagy ugró vagyok. Nincs füstöszek. Hatalmas kap. Nem bírtam előni. Egy hosszú. Az is ömlik a vére. Szétvérzik. Hosszú, csomolos. Nem. Azért. Easy for end. Egy ilyen hetet mondani. Ah, majdnem. Nagyon megyünk. De akkor jönni is kell vele. Meg is kell neki. Meg is kell neki jönni. Kenni. Gyere, Janni, adok bombát. Kell vette? Nem. Nem, nem, nem kell vette. Yes. Luffy volt te. Juhu! Hol volt Valhalla? Hát a dildó fele. Ez most lent van. Pampa. Kizén, Ferdén. Nem, nem. Bazd! Jaj. Kettő. Még közös. Nova. Hagyjad már sokkal. Egy visszafut banánba, halló. Halló. Fel tudtak jönni arra? Egy visszafut, meghalt a bérvédelem. Meg kell menni arra, az jó múgy. Most jutott. Kell fel, széttélet. Nincs semmi. Működik? Egy alapodunk rá. Ez egy esemény és majd a szél. Az is volt aztán. Hát igen. De jó. Róka meghalt nyúkban. Very big crash-ok, így kell. Jó, azt mondta, megvédem az autóvert, azt mondom, majd meghalt nyúkban. Nagyon jó. De jó volt. NN, az orosz akkor. Miért? Nat-nat? Nem, nekik a gél, helyett az N betű van ott. Ilyen, hát nem N az, hanem mit tudom én mit jelent. Az P betű. P betű? Az PP. Pepe. Nem, P az. De. Vagy orosz P? Orosz P. Orosz. Pizgyetsz. Na, hát ennyi lett volna ez a teszt, illetve a játék. Köszi szépen a figyelmet. Remélem, hogy tetszett, és remélem, hogy tetszik az új mikrofon. Írjátok le a kommentbe, hogy szerintetek jobb-e a hangja, vagy rosszabb a hangja, mint az előző mikrofonomnak. Én azt gondolom, hogy összességében ez egy jó választás lehet, mert kompakt, egyben megkapsz mindent, amire szükséged van egy streameléshez, vagy akár különben játékhoz is, mert az biztos vagyok benne, hogy jobb hangja van ennek, mint egy sima gamer fülesben lévő mikrofonnak, hiszen pont erre van kitalálva. Ráadásul mondom, egy csomó olyan funkciója van, amit már az elején említettem, amitől nagyon egyszerű, meg kellemes lesz használni, például a mute gomb rajta, amivel ugye ki lehet kapcsolni. Ez streamereknek kifejezetten hasznos lehet, mert nekem például van egy gombom, ami mutolja a mikrofont a TS-en, vagy a Discordon, de az ugye magát a streambe kimenő hangot nem mutolja. És van olyan eset, amikor simán lehet arról szó, hogy mutolni kéne a hangot, ami kimegy a streambe. Na most ez egy kicsit macerásabb megoldani, ennél a mikrofonnál ez például teljesen egyszerű lesz. Na hát... Köszi szépen a figyelmet, ennyi lett volna ez, sziasztok!